Izgalmas perceket ígérő ifjú bűvészünk, Moczó Valentin, 13. B-osztályos tanuló produkciója. Fogadják szeretettel, és csak a kezét figyeljék. Valentin, a színpad a tied! Lehet hallani? Igaziból idefele így nagyon beleértem magam, mert tudtam, hogy Uri Geller utódjaként fognak ide küldeni, úgyhogy így meghajlítottam ezt a két kiskanalat. De kezdjük előre, mert ez így nem volt nagy szám, hogy így... Kettő, egy, nukó! Akarják még egyszer? Nukodj! Köszönöm, ilyen korszak az élmény, tak, csinálni! Szóval, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én Moczó Valentin, 13. B-osztályos tanuló vagyok. Kicsit elfáradtam, de hogy érzi magát a közönség? Jól? Nem hallom. Jól? Nagyon jó. Lejövök, mert nincs bent a kontaktlencsém. Úgyhogy így jobban fogok látni. Először is itt közelebb jövök. Két hölgyre lesz szükségem. Mondjuk, légy szíves, te tedd fel a kezed. Nem kell semmit se csinálni, így. Nagyon jó lesz. Köszönöm, tartsd mi. Teket köszönöm. Jó, te is tartsd fel a kezed, nem kell semmit se csinálni. Én felmegyek még egy pillanatra, addig a picit följebb, mert lent már nem diva. Jó? És hoztam magammal egy csomó kártyapaprit. Két jelentkezőre lesz szükségem, ki az, aki szeretne nekem segíteni? Az jelentkezzen. Azt hiszem, ez a két hölgy itt, ők voltak először, gyertek ki, és foglaljátok helyet itt a trón ülésen. Nagyon jó lesz. Így. Na most, ugye ismered a francia kártyapaprit? Az a lényeg, hogy 52 különböző lap, plusz a két joker, tehát 54, Kőrösi bejárat tudok számolni. Eddig így nagyon megy. Na most arra kérlek, hogy tudsz számolni, ugye, tízig. Nagyon jó, ezt én odaadom. Légy szíves, 10 lapot ide a jobb tenyeremre számolj le. Hát így fölül a egyesével hangosan, hogy ne tudják. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Egy nagy tapsot. Hogy hívnak? Bellának! Amúgy már kérdeztem, légy szíves, hogy csomagot add át Hajninak. Igen. És ezt fogd meg, és ezt a 10 lapra ülj rá. Tedd a meleged mindjárt neked. Jó? Te is 10 lapot légy szíves számolj le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Egy nagy tapsot Hajninak, mert nagyon ügyesen számolt, hogy a csomagot add vissza neki, hogy nem, hogy így az ugyan, mint hozzáérek. És te is a változatosság kedvéért ülj rá, termény. Rendben van. Na, ugye 54 minusz 20, 34, annyi lap maradt itt. Most benne lesz a nagy feladat, hogy tudsz németül? Annyit kell mondani, hogy stop. Jó? Mondhatod azt is, hogy állj. Stop, itt jó. Jó, hogy nem középről ezt a lapot. Nézd meg. Én ne lássam, én nem nézem. Megvan. Ugye egy francia kártyapapír az 2-től 10-ig terjedő szám skálán terjed, plusz a figurás lap. Most ez egy számos lap? Számos lap. Jó, mutasd meg a közönségnek.
rendben, ezt pedig adom neked. Közben én is megnézhetem. Mert előbb elmondom. Szóval, ahányos ez a szám, én annyi lapot alulad megfogok, így, és át fogok rakni a hajné alá. Magyarul például a kokáért, hogyha itt egy kettes van, akkor innen két lap eltűnik, és itt 12 lesz. Ha itt 10 van, akkor innen mindegyik eltűnik, és itt 20 lesz. Hányos szám? Megnéztem, mert különben nem tudom hányat. Szóval 3. Fog meg, légy szíves? Kérek mindenkit egy kis csöndet, mert ez nagyon megterheli az idegrendszeremet, és mindent. Kezdjük. Köszönöm egy picit a fényt, így ilyen sejtelmesebb, hogy... Jó. Első. Éreztél valamit? Nem? Kezdjük még. Egy már. Kettő. Kettő. Most jön a harmadik, az nagyon durva lesz, mert ezt fel is dobtam, elkaptam, de még egyszer. Így. 3. Nagyon jó. Légy szíves, ezt a lapot adod a csomagba. Ezt inkább hátra rakom. És most álljatok föl, előbb ne csináljátok sem, csak nézzétek el, hogy a nemesebbik feltej, az nem ragadta oda semmilyen lap. Jó. Vegyétek fel. Jó. Üljetek vissza. Jó, művész vagyok. És most számom, kezdj el hangosan számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lap a bal kezembe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és 13 lap. Hát egy fantasztikus segélyeimnek, ezt fantasztikusan számoltak. Ez a nagy meleg mit tesz az emberekkel. Meg szeretném közben kérdezni, hogy ki az, aki szeretne... Ki az, aki szereti a pénzt egyáltalán? Senki. Ez jó lesz. Ugyanis most valakit felhívok, aki szeretne több mint 100 dollárt nyerni, mert én adom neki majd ezt a 100 dollárt, és ez egy könnyű nyerési lehetőség. Ki az, aki jelentkezik erre a feladatra? Mi? Senki. Te ki vagy tényleg most? Ez nem volt benne. Jó, megint körülött rájön. Szóval... Tanár úr! Nem szeretem. Itt esetleg önt megkérhetem, hogy nyerjen nekem 100 dollárt. Jó, egy nagy tapsot a vállalkozó szellemi ilyenben. Kérem, fáradj el akkor. Ott a lépszó. Úgy. Még egy nagy tapsot, amíg felérhetünk. Köszönjük. Rendben. Kérem, itt állunk meg. Én oda is adom ezt a 100 dollárt, ez körülbelül annyi, ha egy jól számoltam. Na, és itt van nálam 3 darab kártyalap. Nem árulok el nagy titkot, hogy itt a piros, hol a piros fogunk játszani. Ugye ez be van tiltva, de igazgatóan megkérem, hogy erről senki nem beszéljen. Ugyanis itt van egy fekete lap. Ezt pedig így. Itt van még egy fekete. És hát mi a harmadik, ugye egy piros lap, ez a dáma. Ezt ide középre rakom.
kérem az urat, hogy álljon ide picit előrébb, hogy ne lássa, hogy melyik a piros. És akkor most önnek fogom így mutatni. Ugye, megmutatom még egyszer, hogy itt a piros lap. Most arra kérem, hogy csak annyi, hogy jól figyeljen, és tegyen rá 10 dollárt legalább erre a fogadásra. Hát nyilván a pirosot kell majd megtalálni. Így. Közben mehet a gondolatolvasó zene. Azt mondja, hogy megszámozik egyet, és egy három. Jó, de jó. Hányosra. Hármasra. Biztos. Az a gond, hogy ez egy fekete lap. És ugyanis a bűvészeknél mindig az a szabály, hogy a piros lap középen található. Szóval kezdjük előre. Én 10 dollárt eddig elnyertem. Ebben 1-es, 2-es, vagy 3-as? 1-es? Az összeget kérem, ez lenne. Még egy picit utáltam meg utala is. Még egy picit raktam meg. Nagyon jó, még egyet, hogy így biztos, ami biztos. Szóval, tudom, hogy ez lesz. Az az igazság, hogy én mondtam, hogy a bűvészeknél a pirosnak az mindig volt található, és meg fogom könnyebbíteni a dolgát, ugyanis ezt a piros lapot megjelöljük egy ilyen gyönyörű szép narancsárga kendővel. Jó? Tehát annyi a lényeg, hogy egyedül azt a kártyát kell követni, amelyikkel a narancsárga kendő található. Tehát így elég egyszerű lesz, ha ezt ide rakom, akkor ezt ide rakom, kicsit így megkeverem a dolgokat. És akkor most az egészet helyezni kell valamelyikre, hogy melyik lehet a középső. Most én nem akarok így viccelni, de te megvizet. Hát jó. Igazából az a baj, hogy a részben nem mindig szabad félni. Ugyanis én mondtam, hogy a piros lap az nem máshol van, mint a kendő alatt. Köszönöm, Rami! Sajnálom, hogy üres kézzel nem hagyom az ide. Most már bűvészkedtünk kártyával, még egy kártyával, nagyobb kártyával. De mondják meg nekem hogy őszintén, hogy mi az, hogy igaziból varázsoljon egy művész? Hát... Pénzt? Pénzt? Tényleg? Akkor mondják meg nekem, hogy sokat vagy keveset? Nyuszit? Nem. Nem, nyuszit nem tudom. Én nem olyan típusú művész vagyok. Hadd mondjam el, hogy a bűvészek olyanok, mint a politikusok. Járják a világot, ebben egyezünk meg. Én is voltam már Jászkora Szentóköcsőn, Jászkora Szentgilisztáron, Tiszadalán. De amikor legutoljára Las Vegasban jártam, elmentem egy show műsort megnézni, természetesen egy bűvész műsort, és ott a bűvész elővett 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab amerikai dollárt. Aztán eldobott 1-et, 2-t, 3-at, aztán még mindig maradt nála 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab amerikai dollár. Hát nagyon megtetszett nekem ez a trükk. Hazamentem, másnap ismét elmentem a műsorát megnézni, ahol szintén eldobott 1, 2 és 3 darab amerikai dollárt. Aztán megmutatta nekem, hogy maradt nála 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab dollár. Annyira megtetszett nekem ez a trükk, hogy az előadás végén oda mentem hozzá, megkérdeztem, hogy megvertem ezt a színvonalas
mutatványt, két pillanatra mit mondott. Természetesen azt, hogy igen. Úgyhogy megkérdeztem, mennyibe kerül. Azt mondta, hogy $500. Én odaadtam neki $500, ő odaadta ezt a $6, és azt mondta, hogy kvittek vagyunk. Én hazamentem, akkor a szállodának a 15. emeletén laktunk barátnőmmel, és hazatértem 1, 2, 3, 4, 5 és 6 dollárra, és mondta a tanítással, hogy rendben van, de $500-ra mentem el. Mondtam, hogy semmi baj, nincs ki az ablakot, és én boldogan kidobtam rajta 1-et, 2-t, 3-at, és még mindig maradt nálam 1, 2 és 3 darab amerikai dollár. Igen ám, de akkor még fiatal voltam, nem úgy, mint most, és nem tudtam a varázsszót. Mi a varázsszó? Hókuszpók. Mondtam, hogy hókuszpók, és még akkor 1, 2, 3, 4, 5 és 6 dollár lett belőle. Köszönöm. Most pedig megkérek mindenkit, hogy amikor olyan hajnal 3 fele hazaérnek, vegyenek elő boldogan 6 darab 20 000-est, előtte a portán adják le a címüket, nyissák ki az ablakot, és dobjanak ki rajta 1-et, 2-t, 3-at, ne felejtsék el a varázsszót, mi micsoda, hókuszpók, ugyanis marad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vagy akár 9 amerikai dollár. Köszönöm szépen! Remélem, Kőrösi, nem lépek fel, úgyhogy viszontlátásra.